Az Ifjúsági Keresztény Demokrata Szövetség Európa és a Migráció címmel előadást szervezett február 20-án. A katolikus plébánián megtartott rendezvény moderátora Gyöngy Ádám a szövetség alelnöke, előadója Kaszás Gábor újságíró volt. A jelenlévőket először Gyöngy Ádám köszöntötte, majd bemutatta a hallgatóságnak Kaszás Gábor balkán szakértőt, a kitekintő.hu internetes újság munkatársát és Strál Péter atyát, a tiszafüredi római katolikus egyházközség káplánját. Gyöngy Ádám a bevezetőben elmondta, hogy a migráció témakörében szükség van az alapvető fogalmak, az előzmények és az összefüggések tisztázására. Kaszás Gábor, újságíró, egy 100 évvel ezelőtti eseményről, az 1916-ban megszületett Sykes-Picot egyezményről beszélt, amely egy angol-francia szerződés volt, amit ma már az arabok Trianonjának neveznek. A megállapodás érdekszférákra osztotta fel a közjogilag akkor még létező, az Antanttal háborúban álló Oszmán Birodalom arabok lakta területeit. A területen egy másik, külső beavatkozás is történt, amikor 1948-ban létrehozták a zsidó államot. A térségben szakaszos, kívülről erőltetett, sikertelen modernizáció zajlott, melynek eredménye egy torz gazdasági társadalmi fejlődés lett. A vidékről, az agráriumból tömegesen áramlanak az emberek a városba, ahol még rosszabb körülmények közé kerülnek. Ezeket az identitásukat vesztett, reménytelen helyzetben lévő embereket találja meg az iszlám állam. A térségben jelentősek a tradíciók, jobban élnek a törzsi kötelékek, mint máshol, de a régi vezetés már elvesztette legitimációját. A demográfiai robbanás eredménye az lett, hogy létrejött egy nagy, képzetlen réteg. Ezek az okok vezettek az arab tavasz eseményeihez, amelynek következménye az államok szétesése lett. Strál Péter atya a migrációt az emberi önzésre, szeretetlenségre, hatalomvágyra vezette vissza. Az volt a véleménye, hogy a migránsok számára nincs más út, mint hazatérni, nekünk pedig segíteni kell őket a békesség megteremtésében és a fejlődés elindításában. Minden embernek, így nekünk is, joga van megőrizni őseik földjét, kultúráját. Gyöngy Ádám mondatokat idézett a Koránból, amelyek éppen ellenkezőjét mondják, mint amit az iszlám állam tesz. Kaszás Gábor válaszolt arra a kérdésre, hogy a menekülők miért éppen Európát és Németországot választják. Németországnak a gazdaság továbbfejlesztéséhez olcsó munkaerőre van szüksége, és a migránsok is tudják, hogy Európa motorja Németország. Az már most nyilvánvaló, hogy ezekben az országokban párhuzamos társadalmak jöttek létre, vagyis nem sikerült az integráció. Gyöngy Ádám és Kaszás Gábor bemutatták, illetve elmondták, hogy Európában már korábban volt egy muszlim migráció, amelynek eredménye, hogy Franciaországban, Németországban, Dániában már jelenleg is jelentős iszlám hitű lakosság él. Az iszlám állam működésével kapcsolatban elhangzott, hogy fegyverekhez elsősorban zsákmányolás útján jutottak. Az állam bevételei az olaj és a műkincsek eladásából, fegyver, ember és drogkereskedelemből származnak, illetve az elfoglalt területeken adót szednek. Az internet segítségével nagyon jelentős propagandát fejt ki az iszlám állam, amit nem lehet leállítani. A jelenlévők még további kérdéseket és véleményeket fogalmaztak meg a migráció témakörében.